Szép estét kívánok, ez a Sportos Elmék 19. adása a Hatos csatornán. Elbert Gábor vagyok. Szokásunkhoz híven ma is két témával foglalkozunk, de lehet azt mondani, hogy ez tulajdonképpen egy. A műsor első felében arra keresünk választ, hogy vajon az egészséges táplálkozás és a sport, az egészséges táplálkozás és az élsport milyen viszony van egymással, van-e teljesítmény növelő hatása annak, ha egy sportoló úgy étkezik, ahogy ezt a szakemberek előírják. A műsor második felében konkrétabbak leszünk, és azt próbáljuk meg kideríteni, hogy a londoni olimpián elért magyar sikerek hátterében van-e valamiféle olyan titok, amely a táplálkozásra vezethető vissza. A két sportos elmék taga mai napon rég látott, mondjuk így vendégek, Kulcsár Katalin FIFA játékvezető közgazdász, és Harsányi Gergely, nem Gergő, mert ugye ez csak a becenév, az olimpián negyedik helyen végzett férfi kézilabda válogatott jobb szélsője, szintén közgazdász. És mai vendégünk, szakemberünk, Kis Károly, hogy kellene, hogy bemutassalak pontosan? Hát talán egy olyan elhivatott ember, akinek az a célja, hogy egy kicsit Magyarországon a sporttáplálkozás előtérbe kerüljön és a helyére kerüljön. Én ma reggel olyan 9:30-kor ettem először, és két csokis nápolyit ettem. Jól kezdtem a napot? Hát, hogyha élsportoló lennének, akkor azt mondanám, hogy nem. Viszont azért ez nem egy koncentrációs tábor, tehát beleférnek bizonyos hibák, de mindenképpen... Tehát ez hiba abszolút, hogyha csokival kezdem. Hát reggelre mindenképpen, igen. Mit kellett volna egyek? Én úgy gondolom, hogy egy teljes kiörlésű gabonaféléből készült pékáru. Igen, 6 hétig diétáztam, és akkor ez volt a narancslé, nem jó a refluxomra. Igen. De mindenképpen egy olyan szénhidrát fajtát kéne, hogy kellett volna enni, aminek alacsony a glikémiás indexe, tehát nem emeli meg annyira gyorsan a vércukorszintet, és utána esik vissza hirtelen, hanem egy hosszan elhúzódó szénhidrát. Mennyibe kellene más tennie Katának, mint nőnek, és Harsányi Gergőnek, mint ő és sportolóhoz, kétségtelen? Hát én vagy ehetnénk gondolom, ugyanazt, tehát reggelizhetnénk együtt hárman. Én úgy gondolom, hogy igen, reggelizhetnétek együtt meghívunk hárman. Meghívunk téged is négyen. Négyen. Csak igazán itt a mennyiségek azok, amik különbözőek. Kéne, hogy legyen. A reggeli az mindenképpen. Elmondod, hogy ki mit ehetne? Hát én még mindig ugyanezt tartom, tehát hogy ezek a hosszan felszívódó szénhidrátok kellene, hogy az alapját képezzék. Lényeges, hogy legyen benne fehérje, akár tojás, rántotta, vagy tükörtojás. Tehát mindenképpen ezeket a klasszikus reggelikre gondolok, csak jól megválasztott alapanyagokból. Mit szoktatok enni ti? Reggel, délben, este? Ez nagyon-nagyon változó, ugye attól is függ, hogy hol az ember, tehát otthon étkezik, vagy akár esetleg egy nemzetközi mérkőzésen, azt állodában, itthon, edzőtáborban, ugye ez nagyon változó, és szerintem ez is a baj, hogy nem mindig tudod azt előállítani önmagadnak, amit kell, és ugye sokkal könnyebb lenne, mint például, amikor edzőtábor vagyunk, hogy oda teszik az ember elé, amit ennie kell, és azt teszi. Gergő? Hát én megpróbálok az utóbbi években egyre jobban odafigyelni, hogy mit étkezem. Hogyha reggelit kérdezted, akkor én is mindig egy teljes kiürlésű kenyeret szoktunk vásárolni a feleségemmel, aztán rengeteg zöldség, gyümölcs az, amit fogyasztunk napközben is, és igazából ilyen felvágottakat, sovány sajtot, a felvágottakból inkább csirkemell, tehát valahogy próbálom ezt az irányt követni. Igazából én autodidakta módon sajnos, ahogy követem ezt a trendet, bár volt szerencsém, hál' Istennek, dietetikussal beszélni erről, és akkor összeállított egy étrendet, annak megfelelően azért tudok táplálkozni, de én azért látok hiányosságokat ezen a téren a magyar sportban. Mennyire vagy elégedett azzal, amit hallottál? És én még nem mondtam semmit. Igen, hát ez lett volna pedig a kulcs, hogy te jó, elmondom, hát előfordul, hogy diétát tartok, ezt pont a Balzsai Kacsi felesége szokta összeírni, és akkor abszolút ez a teljes kiörlésű, tehát alapvetően inkább zsírmentes diétának érzékelem ezt, és akkor sokkal jobban is vagyok, tehát az egészen jó. Amikor ennek vége, ez 6-7 szokott lenni, akkor lassan térek vissza a rosszra, mert nem is nagyon kívánom. Tehát például, amikor először csináltam ezt tavaly novemberben, azóta a krumplit nem nagyon kívánom.
Mindenképpen kihat a közérzetre, tehát ez egyértelmű, és itt fog bejönni a sportolóknál is a szerepe, uh-huh. hogy nem mindegy, hogy mondjuk hogy alszik, nem mindegy, hogy tud regenerálódni, uh-huh. és hogy terheli meg a maga a sportolás előtt a szervezetét uh-huh. ezzel, mert ugye ez köztudott, hogy azért az anyagcserének egy nagy része arra fordítódik, hogy feldolgozzuk a táplálékot, amit magunkhoz veszünk. Uh-huh. Olvasni lehetett, most nem olyan régen van, egy Stiber Zoltán nevű fiatalember, aki Németországban futballozik, és nem találta magát, és akkor egy dietetikus átállította az étkezését, és azóta meg az ellenfelek nem érik utol. Ez lehet ekkora teljesítményváltozás? Igen, én is olvastam ezt a cikket. Én hiszek benne szentül, uh-huh. úgyhogy az én, vagy a mi saját tapasztalatunk alapján is vannak ilyen esetek, és ez biztos, hogy óriási hatással van a táplálkozás a sportteljesítményre. Lehet-e olyat mondani, hogy mondjuk egy csapattal foglalkozni, hogy általában tanácsokat adni mondjuk a tatabányai kézilabda csapatnak, vagy muszáj egyénre szabottan? Tehát mennyire lehet általános dolgokat mondani, hogy fiúk, erre figyeljetek, arra figyeljetek, ez jó-e mindenkinek, vagy lehet, hogy az ellentétes hatást érsz el mondjuk a 18 játékosból kettőnél? Nem lehet csapatszinten foglalkozni teljesen 100%-osan egy sportágba, viszont nagyon lényeges, hogy azért vannak sportág specifikus dolgok, meg életkor specifikus dolgok. Itt ezekről lehet általánosságban beszélni, viszont nem ugyanaz kell, ha egy kézilabda csapatnál a jobb szélsőnek, mint egy beállósnak. Egész más, sejtem a választ. Egész más terhelést is kapnak, és egész más a testösszetételük. Tehát biztos, hogy egy uh-huh. beállósnak sokkal több izomra van szüksége. Ki a beállósotok most? Ordán Bálint az egyik beállósunk. Bálint, hát egy nagyon erős testalkatú és izmos, ahogy te is elmondtad, nagyon izmos srác, és valóban neki ugye alacsonyabban a súlypontja, több ember, akár 2-3 ember között kell állandóan mozognia, és tulajdonképpen mi nem vagyunk kitéve. A szélsőnek pedig sokkal gyorsabbnak kell lenni. Tehát oda olyan fehérjedús táplálkozás kell, ami segíti neki azokat az izomrostok épülését, ami gyorsabbá teszi. És talán szénhidrátban is ugye sokkal több kell neki, mert sokkal többet mozog, mint egy bármás. Más mondjuk egy nőnél az étkezés, táplálkozás, akkor, hogyha ő mondjuk egy FIFA játékvezető nevezhető egy sportolónak. A nőknél a legfontosabb dolog, hogy én úgy gondolom, hogy a testzsír százalékot nem szabad egy bizonyos szint alá vinni, mivel a legtöbb hormon az zsírban oldódik, és a női működést mm-hmm. befolyásolja, hogyha ez túl alacsony. Tehát, hogyha összeállítod az étkezést nekik, mondjuk egy női kézilabda csapat, meg egy férfi kézilabda csapat, az alapvetően más? Mindenképpen más, hát eleve más kalória szükséglete van egy férfinek, meg egy nőnek. Tehát... Mondd nekem konkrétan, hogy amikor a női kézilabda csapat, női kézilabda csapat, férfi kézilabda csapat, miben más, amikor leülnek enni, azt látjuk mi, hogy mást tesznek? Hogy mást kellene, hogy egyenek? Mennyiségben, mindenképpen. Mennyiségben. Az egyértelmű, és igen. Tartalomban? Tartalomban apró nüanszok a különbségek. Uh-huh. Én úgy gondolom, hogy óriási csodák nincsenek, uh-huh. viszont az a lényeg, hogy ez egy koncepcióba legyen, és tudatosan legyen összeállítva. Amikor először beszélsz egy sportolóval, vagy egy csapattal, akkor mik azok az elemek, amit tudnod kell ahhoz, hogy segíteni tudják? Első lépésünk az, hogy mindenkitől táplálkozási naplót kérünk uh-huh. be. Ezt legalább minimum 5 napig folytatni kell. És lényeges, hogy legyen benne pihenőnap is, edzésnap is. Uh-huh. Elemezzük az eddigi táplálkozási szokását a sportolónak, megnézzük, hogy hány kalóriát fogyasztott. És ugye nem is ez a lényeg igazán, hogy hány kalóriát, hanem ezt a kalória mennyiséget milyen arányban fedezte uh-huh. fehérje szénhidrátzsírból, és azt milyen minőségű uh-huh. szénhidrátokból. Mennyire tudják az emberek azt, hogy tehát van egy képük arra, hogy ők hogyan táplálkoznak, aztán van ez a naplón, beleírják, a kettő mennyivel esik egybe? Hát itt nagyon sokszor ez tükörként működik, uh-huh. és nagyon sokszor itt szembesül uh-huh. vele a sportoló, hogy tényleg ez nem jó, az uh-huh. nem jó, ezt nem akkor kéne enni. Úgyhogy... Mi az, amiben különbség van a táplálkozási énkép, ha van ilyen szó, és a napló között? Tehát azt többet esznek, mint gondolnák, máskor esznek, vagy mi az, ami nem esik egybe? Van, amikor azzal szembesülnek, hogyha kiszámoljuk, hogy az hány kalória, akkor az kevesebb, mint uh-huh. amit egy sportolónak fogyasztani kéne, uh-huh. tehát sokszor van ilyen. Nagyon sokszor szembesülnek a reggeli hiányával, uh-huh.
mert ugye leírva látszik, hogy a lap teteje az üres, és sokszor szembesülnek a túlzott édességfogyasztással. Azt megkérdezhetem, hogy milyen kortól érdemes odafigyelni a táplálkozásra? Tehát mondjuk egy 10 éves gyereknek te már ugyanúgy fogsz tanácsot adni, vagy inkább ezt későbbre? Én úgy gondolom, hogy ez is sportág specifikus, tehát egy tornász vagy egy úszó sokkal hamarabb a csúcsra ér, és sokkal hamarabb el kell kezdeni foglalkozni ezzel, tehát ott már jönnek hozzánk úszók például 6 éves kortól is, de egy labdajátéknál én úgy gondolom, hogy 10-12 éves kortól körülbelül akkor érdemes, főleg azért, mert ugye akkor a pubertáskor, a serdülőkor akkor következik be, és nagyon nem mindegy, hogy ebben a nagy növekedési fázisban mivel táplálkozunk. És csak mennyiségi eltérések vannak, vagy minőségben? Tehát nem elheti úgy mondjuk ugyanazt a terméket meg, vagy nem ihatja mondjuk ugyanazt az italt, tegyük föl sportitalt meg, tehát ebben van különbség? A fiatalabb, mint az idősebb. Igen. Hát vannak olyan sportolók, amiben vannak olyan elkarnitin, vagy bármilyen zsírégető összetevők, ami nem ajánlott egy fiatalabb szervezetnek. De mi gyerekként rántott hús, sült krumpli, mondjuk ketchup nem biztos, hogy volt a gyerekkoromban, de mondjuk a rántott hús, sült krumpli, az biztosan sok az volt mindig, hogy dolgozunk, alapozunk, együnk sokat, mert hogy legyen mitől menni. És mint a mérgezett egerek úgy mentünk, mondjuk lehet, hogy ez csak emlékkép a mai gyerekekhez képest. Hát ez... Csak ezt te tudod meg. Provokáljalak. Igen. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen lényeges a mennyiség, tehát amit elégetünk kalóriát, azt mindenképpen pótolni kell, de ezt sportágra meg egyére kell szabni, hogy mi az a kalória, ami szükségeltetik ahhoz, hogy mennyi. Én magam futballista voltam, mindig az ott alapozáskor híztunk is, vagy legalábbis a tömegünk növekedett, ugye sok munka, rendszeresebb étkezés, de sok az volt az egyetlen kérésük mindig, hogy sokat együnk. Ez egy jogos kérés volt. Mondjuk tanácsot tudna nekem abba adni, mondjuk este 6 órakor van nekem mérkőzésem, és ugye az én sportágom olyan, hogy egy órán keresztül kell mondjuk teljesíteni, bemelegítés együtt másfél órát, tehát nem olyan mondjuk, mint az úszás, hogy egy perc alatt, vagy két perc alatt ugye végeznek a versennyel, akkor hogyan építenéd föl mondjuk az én aznapi táplálkozásomat, ha le lehet így szűkíteni? Én inkább az előző nap estével kezdeném, igen. Mindenképpen olyan... Nehogy igazad legyen. Ez nekem is nagyon izgalmas most. Igen, mindenképpen egy olyan könnyebben emészthető étellel kell zárnod az előző napot, ami biztosítja a pihenést. Bocsánat, hogy közösszük, és hánykor? Tehát ez a 6 után nem eszünk, ez jó az élsportolónak is? Én nem hiszem. Ez megint egyén függő és edzés függő, hogy mikor van a... Tehát a 8-kor megyek haza, akkor nem tudom megoldani, hogy 6 után ne egyek, mert... Én megoldom. Kevesebb az edzésed, mint a Gergő. Igen, valójában. Ugye azokkal a problémákkal úgyhogy én úgy gondolom, hogy az előző naphoz kell szabni ugye az edzés munkához, hogy mikor. De mindenképpen egy könnyebb étele, hogy megfelelően tudja pihenni, és kielégítő legyen ez a pihenés. Ez tésztát jelent, vagy ilyesmit, vagy mit jelent a könnyebb étel? Lehet tésztát, natúrhúst esetleg, zöldségköröttel, úgyhogy mindenképpen tényleg ez könnyebb legyen. Utána a reggeli az kiadós legyen, tehát nagyon lényeges, hogy a meccs napján ott talán a reggelire kicsit eltolódik a hangsúly még jobban, hogy ez kiadós legyen. És a kiadósban mi legyen benne? Az, amiket az imént említettél? Igen, csak talán csak mennyiségben több. Legyen több, mert úgy gondolom, hogy a reggeli edzés ugye meccs napján nincs. Átmozgató edzés vagy van, ami van, amikor olyan, igen. Tehát ott egy kicsit jobban meg tudod terhelni az emésztésedet reggel. És az ebéd pedig tészta. De tésztaféle. De ez mennyivel? Mert ugye beszélnek arról, hogy 4 órával, 5 órával, 5 és fél órával előtte érdemes az utolsó nagyobb pont étkezést megejteni. Pont a Pálinger Katival csináltunk egy interjút két héttel ezelőtt, és ő mondta, hogy ezt neki is ki kellett tapasztalnia, hogy mi a legjobb neki. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen ez egy saját tapasztalás is kell, hogy legyen. Mi azt meg tudjuk mondani, hogy mit tegyél, de az, hogy pontosan mikor, az érdemes kitapasztalni. Mi van akkor? Én nem csak most, amikor már kevésbé vagyok fiatal, de fiatalkor, amikor még sportoltam, akkor is úgy voltam, ha nekem meccsem volt, én aznap szinte nem ettem, ha ettem, akkor nem tudtam mozogni. Ha meg enni, az csoki és valami. Nem tudom, de úgy voltam összerakva, hogy ha én eszem, azt, tehát nehéznek éreztem magam még este is, ha délelőtt ettem valamit rendesen. Szerintem ez pszichés volt. Igen? Én úgy gondolom, hogy anélkül nem tudsz teljesíteni. Nem tudsz teljesíteni, hogy ha nem eszel egész nap. Tehát, én azt éreztem, hogy csoki, tészta, de még a natúrhús sem. Kérdés van a végén, bocsánat. Nem
okoskodni akarok, hanem tehát azt gondolod, hogy ez pszichés, abszolút. Biztos, hogy ott már a meccsdruk benned van. De szerintem itt trenírozni kell önmagad arra, hogy kell. Tehát ezen a szakaszon már sajnos túl vagyok. Igen, és akkor utána ez életformává válik. És még végére nem értünk a folyamatnak, az érdekelne, hogy az utolsó mondjuk 1-2 órát hogy töltöm, és a meccs közbe utáni dolgok, ezek hogy... Itt jönnek be a táplálékkiegészítők szerepe. Vannak olyan, hál' Istennek most már olyan táplálékkiegészítők, amit lehet ebben az időszakban, akár még akkor, amikor az öltözőbe vagy és kötöd a cipődet, mert ezek olyan likvid formában lévő, teljes értékű táplálékot nyújtanak, hogy mondjuk 2 decis formában, ami nem terheli meg az emésztést, viszont magas beltartalma van, könnyen gyorsan felszívódó formában, és a terhelés alatt van mihez nyúlni a szervezetnek. Uh-huh. Tehát az első pár másodpercben, amikor kirőtted az ATP raktárakat, utána elvileg csak a saját fehérjéhez tudsz nyúlni. Kvázi a terhelés, az edzés, mérkőzés alatt fogyasztod az izomtömegedet, amiért dolgozol, hogy ez olyan állapotba kerüljön. Uh-huh. És hogyha ilyen táplálékkiegészítőkkel tudsz használni, akkor a szervezetednek van mihez nyúlni, és nem saját magadat égeted el a terhelés. Még akár közvetlen bemelegítés előtt meg tudom úgy inni, hogy nem fog zavarni? Igen. Tehát ez a 2 deci az nem egy olyan mennyiség, ami befolyásolná a gyomortartalmat és hátráltatna, viszont beltartalmilag elég komoly. Én szoktam egy banánt enni, az esetleg jó lehet? Jó. Vagy? Az jó. És mondjuk fél időben, amikor vissza kell picit tölteni, de még nem szabad megterelni? Itt az izotóniás italoknak a szerepe, olyan szénhidráttartalmú izotóniás italoknak. Én szerintem ezeket kell használni ilyenkor. Kata akart kérdezni. Igen, bennem is felnőtt egy kérdés, hogy azért a Gergőjéknek nagyjából kötött, hogy délután vagy este játszotok. Ugye nekem az egy nagy probléma, hogy előfordul, hogy reggel 10-kor, 11-kor vagy este 8-kor van meccsem. Főleg külföldön, ez nagyon nagy probléma, hogy most délelőtt 10-kor van meccsem, akkor mit tegyek eleve, valószínűleg nem kelek fel azért 5 órakor, hogy egyek mondjuk 5 órával a mérkőzés előtt, hogy ilyenkor mit lehet tenni, vagy mit ugyanúgy reggelizzek, mint hogyha este lenne a mérkőzés. Vagy... A reggeli az mindenképpen, tehát az alap. Tényleg. De akkor is, hogyha 10 órakor van a mérkőzésen délelőtt? Én úgy gondolom, hogy 7-kor akkor tudsz reggelizni nagyjából, mert mire még kiérsz, meg bemelegítesz, meg stb. Az biztos, hogy előtte. Csak eszembe jutom, hogy utána kérdezek már. Előtte, tehát a reggeli az lényeges. Itt megint a mennyiség a kérdés. És ugyanúgy nálad is szerintem ezek a sportápszerek mindenképpen alternatívát jelentenek azokra a mérkőzések közötti visszatöltésre, amikor és egykor a délután, tegyük fel, 2-1 órási mérkőzés van, akkor jobb, hogyha csak egy reggeli, mondjuk egy késői reggeli teszek, vagy inkább ragaszkodjak azért ahhoz, hogy egy korai reggel, és utána még mondjuk egy könnyű ebéd. Hát, hogyha 1-2 órakor van, akkor én inkább a késői reggelit, és... Azt szoktam. Igen, hát akkor ez, a szervezeted látod, nem hazudik. Igen. Úgyhogy mindenképpen ad visszajelzést, és szerintem ez jó választás. Mi van azzal, aki ébredés után sokkal tud csak először enni? Én is ilyen vagyok. Uh-huh, én is. És tehát én is ilyen vagyok. A 10-kor van meccs, az az egy már leszol csoki mondjuk, és igen, akkor én nekem abból kell menni. A csokival az a probléma, hogy nincs benne nagyon fehérje. Tehát ott inkább zsír van, és a szénhidrátokból is ugye rossz fajta szénhidrátok vannak benne. De pszichésen hiszek benne. Pszichésen nagyon jó. Tehát a placebo hatása az óriási. Én úgy gondolom, hogy ez a csoki, ez egy régebbi tévhit. Mit kéne? Próbáljuk. Tehát mondjuk kérés után 3 órával leszem először, most mondtam valamit. Ez megint úgy gondolom, hogy trenírozni kell magad erre, főleg egy ilyen sportolónál, tehát én úgy gondolom, hogy valamiért áldozatokat kell hozni. És át lehet állítani a szervezetet arra? Biztos, ez át lehet állítani. Tehát ezt csak bebeszélem magamnak én mondjuk, hogy én nem tudok reggelenni. Érdekes, mert a véletlen külföldön, a szállodában nagyon jókat lehet reggelizni. Egyébként képtelen vagyok. Tehát ezt akkor elkezdesz egy kisebb mennyiséggel, és akkor ezt szépen fel lehet építeni, de tudatosan az elején meg kell erőltetni magad. Vacsora. Ez a 6 után, ezt nagyon sokan, és sportolók is nagyon sokan csinálják, hogy 6 után nem eszünk, mert az már nem egészséges, meg közel van a lefekvéshez. Átlag embernél esetleg lehet. Most az emberek nézik a műsort, akkor műsor után ehetnek még, vagy nem?
Én úgy gondolom, hogy ha élsportoló és vagy hobbi sportoló, de végez fizikai aktivitást hat után, akkor mindenképpen szükséges, hogy azokat a raktárakat, amiket a test mozgás alatt eléget, elhasznál, azt vissza kell pótolni mindenképpen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez megint egy olyan tévhit, ami kering a köztudatba, de nem biztos, hogy minden esetben egészséges. Az, hogy ki milyen típus és mennyire mások az emberek, az mennyiben határozza meg a ti munkátokat? Tehát, hogy mennyire kell egyénre szabni, mert én most itt mondok egy-két, látom a szemedből, hogy neked hülyeségnek tűnő dolgot, amit én saját magamon tapasztalok, már túl azon, hogy pszichés gátjaim lennének a versenyek. Alapjaiban lényeges és evidencia, hogy mindenkivel egyénileg is sportág, nem életkor, sőt még egyes intenzitás faktorokat figyelembe véve is foglalkozunk. De mik azok az általánosságok, ami, hogyha Pécset van sok ifi csapatunk, hogyha leülünk az U17-tel, tehát 17 év alattiak csapatával, nyilván valami általános dolgokra azért föl lehet hívni a fiúknak a figyelmét, hogy erre figyeljenek, arra figyeljenek. Ezzel azért jót csinál az ember, vagy adott esetben lehet olyan játékos közöttük, akivel kitolunk így? Rosszat nem teszünk, mert az alap dolgokra mindenképpen érdemes felhívni a figyelmet. Ezt pont egy kezdeményezésünk is van ezzel kapcsolatban. Egy országos roadshow-t indítottunk el ezzel kapcsolatban az utánpótláskorú sportolók sporttáplálkozási alapismereteinek fejlesztése címmel, mert ezt többen felismerték, hogy hiány is kell. Úgyhogy ott pontosan ezekről az általános dolgokról oktatjuk, vagy világosítjuk. Mik ezek az általános dolgok, amit még nem mondtál ma? Nagyon sokan nincsenek tisztában az alapdefiníciókkal. Nem nagyon oktatják az iskolába, sőt, én úgy gondolom, hogy még edzőknek sem nagyon oktatják a sporttáplálkozást, hogyha élhetek ilyen szóval, mert igazán ilyen szó nincs. Csak egészséges táplálkozás van sportolók számára, de engedjék meg ezt, hogy ezt így bevezessük. Ebben a műsorban szoktunk új szavakat gyártani, ez nem probléma. A sporttáplálkozás. A vitaminok fogalmát, hogy milyen vitaminok vannak, hol oldódik zsírban, vízben, a szénhidrátoknak a fajtáját, tehát olyan alapdolgokról, konkrét példákkal illusztrálva, hogy milyen szénhidrátok, milyen ételekben vannak, milyen fehérjék, milyen zsírsavak eszenciális, amit ugye a szervezet nem tud előállítani, vagy elő tud állítani. Tehát egy pár alapdologra mindenképpen fel. Mennyire fogékonyak? Nem feltétlenül az élsportoló, hanem mondjuk a sportolók, tehát akik nem a csúcson vannak, nyilván ők tudatosabbak, igen. De a többiek. Ezekre az előadásokra szeretettel várjuk a szülőket is, mert ugye utánpótláskorban a szülő egy kulcs, tehát a gyerek azért nagyjából azt teszi, amit a szülő elérak. Viszont van egy olyan hozadéka is a dolognak, hogy ezáltal, hogy a szülő elkezd egy picit tudatosabb táplálékot adni a gyereknek, akkor az egész családnak az érkezése megváltozik. Igen, ez édesanyám mindig húzom, hogy egyszer emlékszem rá, hogy ő fogyok húrász, és akkor mi se ettünk. Igen. Úgyhogy mindenképpen ezt egy fő célunknak tartjuk, hogy oktassuk a szülőket, meg a gyerekeket. Lassan vége az első felének a műsornak, ilyenkor mindig egy körkérdést szoktam föltenni. Azt szeretném tudni, hogy ki szerint mi az, amit nem szabad enni. Pedig jó lenne. Én leszek az utolsó. Hát egyértelmű. Na, tehát amit vagy szoktál enni, de nem szabadna. Hát én ugye magyar vagyok, és nagyon szeretem a nehéz, zsíros és fűszeres ételeket, és azért biztos vagyok benne, hogy ez nem helyes, de azért én nem tudom, én hiszek azért abban, hogy nem tudom, javíts ki, hogyha nincs, hogy azért az embernek olyat kell lenni, ami jól esik neki, tehát nem feltétlenül kell mindent megvonni magunktól, és talán ha a mennyiséget eltaláljuk, akkor még ilyeneket is lehet fogyasztani, és én úgy próbálok e felé orientálódni, hogy azért fogyasztani azt is, amit szeretek, mert az jó nekem, ugye jó érzés és eltölt el, hogy azt tettem, de azért nem túlzásba vinni. Én is azt gondolom, hogy minden nem szabad megvonni a gyomortól, azért nagyon szeretjük a hasunkat, de inkább azt mondanám, hogy oda kell figyelni az, hogy hogyan építjük fel hosszú távon. Szoktál enni, pedig tudod, hogy ez szabadna? Hát nem tudom, kérdeztem meg a vélemény, de az én kedvenc étterem, édességem az a Turó Rudi, amit minden nap meg tudok belőle nagyon nagy mennyiséget enni. Hogy most ez jó-e vagy nem jó, de abban biztos vagyok, hogy hosszú távon, hogyha rengeteget eszek belőle, az nem segíti. A Turó Rudi az jó,
Na, hát akkor meg is nyugodtam. És ha már édességnél tartunk, minden sportolónak és mindenkinek azt álljuk, hogy ha már bűnözik, akkor ne csoki, hanem túródi, mert van benne fehérje. Tehát a túró az egyik legjobb fehérje forrás. Csoki nem. Majd a válaszom meg. Jó, figyeljük akkor, igen. Akkor te jössz. Én úgy gondolom, hogy meg azt is vallom, nagyjából, amit te mondtál, hogy tiltott étel nincs. A mennyiség a lényeg, meg hogy mikor. Úgyhogy meg lehet enni egy élsportolónak is akár még egy pacalpörköltet is, egy olyan időszakban, amikor nem befolyásolja a sportot. De éhes vagy, láttam most. Nagyot nyertél. Még te is. Nos, kedves nézők, ez volt a műsor első fele. Ilyenkor mindig azt szoktuk mondani, hogy nehogy ne menjenek messzire, egy picit jöjjenek közelebb, mert ugye itt az asztal mellett van még hely, és reményénk szerint ma is olyan dolgokról beszélgetünk szakértőnkkel és sportos elmék tagjaival, amiről máshol nem hallhatnak. És itt is vagyunk a nagyon rövid szünet után. A Sportos Elmék 19. adásában a házigazdáink Kulcsár Katalin FIFA játékvezető közgazdász, Harsányi Gergely a magyar férfi kézilabda válogatott jobb szélsője, 10-es mezben szokottuk látni, szintén közgazdász, és Kis Károly sporttáplálkozási szakértő, ezt most találtuk ki neked. Jó lesz így? Köszönöm. És azt ígértük, hogy a második felében a műsornak arról beszélgetünk, hogy a londoni olimpián mindannyiunk örömére óriási sikereket elért magyar sportolók eredményeinek hátterében sokak szerint. Beszéltünk már sportpszichológiáról Lénárt Ágotával, ami egy fontos elem volt, azt gondoljuk, és sokak szerint fontos elem az is, hogy talán a történelem során először volt egyfajta központi segítség azzal kapcsolatban, hogy mit egyenek a sportolók. Mennyiben igaz ez? Dicsekedhetsz nyugodtan most. Valóban. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon is elindult egy folyamat, ami Nyugat-Európában vagy a világban már zajlik régebb óta. Mégpedig az, hogy a sporttáplálkozás az egy ugyanolyan faktor a felkészülésben, mint bármi más, mert nagyon lényeges, hogy ezzel is támogassuk a sportolóknak a előre menetelét. Amiről lehet konkrétan beszélni, arról beszéljünk konkrétan, szerintem, miután Gergő itt ül, beszéljünk a férfi kézilabdáról. Ugye az egy negyedik lett ez a csapat, szerintem mindenki nagyon boldog volt, nyilván az utolsó meccsen kevésbé, mert egy vereség lett a vége, de voltak ott csodák. Mennyiben érzed azt, hogy szerepe volt a táplálkozásnak, vagy ti mennyiben éreztétek ezt? És akkor itt összecsapatok nyugodtan, meg Katával hátra. Akkor előáróban én annyit mondok el, hogy a cégünk a Magyar Olimpiai Bizottsággal kötött egy megállapodást az olimpia előtt, aminek értelmében mi készítettük föl a teljes utazókeretet, tehát mindenki számára elérhetővé vált az a egyéni étrendtervezés és konzultáció és dietetikai felmérés tanácsadás, amit nyújtunk. Körülbelül a 157 utazó kvótásnak több mint felével foglalkoztunk is. Azzal a felével, amelyik eredményeket érte, vagy a másikkal? Nagy többségében azzal a felével, igen. Közte van a kézilabda válogatott is, a férfi kézilabda válogatott. És szponzorációként, vagy támogatásként adtunk az utazókeret számára abból a sportápszerből, amit mi forgalmazunk, és amivel optimalizáljuk a sportolók étrendjét. Mit csináltatok velük? Tehát amennyire én emlékszem, segítettetek nekik, de az ott nem volt, a teljes folyamaton nem lehetett már átmenni, mert idő nem volt elég. Igen. Valamikor májusban kezdődött ez a MOB-ban, és ugye augusztusban olimpia volt. Igen, tehát a MOB-bal a szerződést sajnos elég későn sikerült aláírni, ha jól tudom, május 30-án, tehát igazán sok idő nem volt. Mennyi idő kellett volna? Tehát ahhoz, hogy mikor kezdtetek ti az olimpián? Július vége felé kezdtünk, volt neked erre, most gyorsan számolnom kell, 2 hónap az olimpia kezdetéig. Mennyi időre lett volna szükség ahhoz, hogy még eredményesebb legyen a történet, vagy ez így nem mérhető? Mérhető mindenképpen, tehát mi a felkészülés
utolsó fázisába kapcsolódtunk be. Én úgy gondolom, hogyha mondjuk ezt már hónapokkal ezelőtt elkezdik a sportolók, sportáktól függetlenül, akkor sokkal jobban rendszeressé válik, és az elvégzett edzés munka is talán jobban hasznosul, hatékonyabb lesz. A férfi kézilabda válogatottnál a Lajosnak már volt egy menetrend, amit kialakított. Ebbe ugye sok utazás volt, külföldi tornák, stb. Ebbe magát a konkrét felmérést már nem tudtuk beilleszteni, amit más egyéni sportolóknál például, vagy a vízilabda válogatottnál el tudtunk végezni. De ezt a sportápszert, amit használunk, ezt beillesztette a Lajos a felkészülésbe. Több nyilatkozatában is megemlítette, de talán erről a Gergő jobban tud mesélni, hogy neki milyen hatással volt a... Hát én azt gondolom, hogy az a téma, amiről most beszélünk, az a sporttáplálkozás, vagy egészséges táplálkozás a sportban, ahogy te fogalmaztál, az most már megkerülhetetlen. Az élsportban legalábbis, de én azt gondolom, hogy ha lejjebb megyünk bármilyen a sport bármelyik szférájában, hiszen nem csak hogy az egészséges életmódhoz járul hozzá, hanem a teljesítményt is növeli. Rövid távon is, főleg hosszú távon, tehát hogyha megfelelően étkezünk. Ezt én személyesen is tapasztalom az elmúlt években, ahogy mondtam, és most, ahogy a világversenyeken esetleg még tudatosabban odafigyelünk, ahogy közeledik ez a bizonyos, most az olimpiáról beszélünk, az olimpia alatt. Nyilván ez egy tudatos háttérmunkát igényel. Valóban kaptunk Karcséktól egy nagyfokú segítséget. Az nyilván nagyobb szerencse lett volna, hogyha az együttműködés már korábban indul, ahogy te is elmondtad, és akkor mindenkinek egyénileg is meg lehetett volna szabni a táplálkozását. De ezek a szerek is nekünk is hozzájárultak ahhoz, hogy 14 nap alatt 8 mérkőzést úgy le tudjunk játszani, hogy az a regenerációt meggyorsítja mindenképpen. Tehát egy ilyen sorozatterhelésnél rendkívül fontos szerepe van az, hogy milyen tápanyagot viszünk be magunkat. Hát ez tulajdonképpen olyan, mint az üzemanyag az autókban, hogy nem mindegy, hogy most a Forma 1-es autóban is mit töltünk. Ugyanúgy nekünk sem mindegy, hogy mint az előző műsorban beszélgettünk arról, hogy a napunkat hogyan építjük föl, illetve az, hogy mivel csak egy napok voltak, tehát köztes napokon kellett azzal foglalkozni, hogy hogyan regenerálódunk, hogy ennek az orvosi stábnak nagyon nagy szerepe volt, és a későbbiekben én azt gondolom, annak is nagy szerepe lesz, hogy folyamatosan legyen mellettünk egy dietetikus. Mert ennek, nem tudom százalékban mérni, ezt lehet, hogy te jobban tudod, de biztos, hogy óriási szerepe lesz, főleg sorozott terhelésnél. És az elkövetkező világversenyekre azt gondolom, hogy ez is egy komoly lépcsőfok lehet még, hogyha ebben tudunk előrelépni. Úgy néz ki, hogy előre is léptünk. Megtudta a leckét szépen. Igen, a Lukács Zsuzsával meg is egyeztünk ebbe ezzel kapcsolatban. A januári világbajnoki felkészülésnél már bepótoljuk ezt a hiányosságot, és egyénileg fogunk foglalkozni a válogatott keret tagjaival. De hárman már meg is előztek ebbe, mert a Zubai Szabi, a Mikler Oli meg a Szőlősi Szabi már el is jöttek így az olimpia után egyből közvetlenül, hogy a bajnoki felkészülés nél már igénybe vették. El lehet azt mesélni, hogy elmegy, beszéljünk kapusról, jó, elmegy Mikler Roland, konkrétan hogyan zajlik ez a játék? Hát egy cél miatt jött ő is, meg a Zubai Szabi is, pont ellentétes cél miatt jöttek. Egyik a súlyából akar veszteni, a másik van, meg... A másik pedig izmot szeretne... Megfejtéseket majd kér is, igen. Építeni, igen, és egymással nem tudják átpasszolni. Hát ugyanúgy zajlott, mint az összes többi sportolónál, először az étkezési naplóval kezdődött. Utána egyeztettünk egy ezt időpontot. Mennyire titkos, hogy el lehet-e mondani, hogy mondjuk mi derül ki Mikler Roland étkezési naplójából? Hát a Mikler Roli sokat eszik, viszont ami talán így érdekesebb... Segítünk a megfejtésben, mi lehet a célja. Ami érdekesebb, az inkább az Zubai Szabi volt, mert felhatalmazást kaptam tőle, tehát nem titkos. Ő annyira küzd azzal, hogy egy pár tíz dekát is felszedjen. Hogy sokáig én is így voltam vele, az eljön az a pillanat, amikor már nem igen, kell tovább küzdeni. Életkor. Igen, főként. Köszönöm, jól esett, igen. és hát a sport. Például éjfélkor rúd, szalámi, vagy kolbász és szalonna, de hát ez teljesen normális volt nálam is, de hogyha egyszer nem akar a szervezet hízni, akkor igen. Nem fog. Tehát bármit ettem én is bármikor.
és nem jött föl egy deka sem. Aztán igen, most meg ha nem eszel a penyek cseréje van, úgyhogy ő neki... Oké, mert hát kiderül az, hogy sokat próbálni minden, mit tudsz neki segíteni, hogy súlyosabb egyéniség legyen a pályán. Ez a folyamat már nála hát két-három hónapja zajlik, pont megint egy pár hete találkoztam vele, és kérdeztem az eredményekről, és úgy néz ki, hogy 3 és 4 kiló közötti izmot sikerült már felszednie. Nála az a legnagyobb ebből probléma... Ebből hány deka a te érdemed? Hát én úgy gondolom, hogy itt a gyors, ennek a folyamat meggyorsítása, ami igazán a mi érdemünk, mert az eddigi beszámoló alapján bármelyik világversenyen 4-5 kilót fogyott izomból, és ő neki ugye nagyon nehéz és ezt felszedni, és a bajnoki időszak alatt próbált ezt építgetni. Viszont körülbelül azt mondta, hogy egy 5-6 hónap kellett neki ahhoz, hogy utolérje azt a versenysúlyát, amit leadott a világverseny alatt, és most ez sikerült 2-3 hónap alatt. Tehát én úgy gondolom, hogy itt van a szerepünk ennek a bocsánat, hogy belekérdezek. Utánpótláskorú játékos, akiben tehetség van. Van néhány ilyen szerencsére ott nálunk Pécset, de ránézel, és ugye elsőre nem mondod meg, hogy sportoló annyira vékony. És látszik, hogy a csontodata is kevéssé alkalmas arra, hogy sok izmot pakolj rá gyorsan. Nagyon lényeges az utánpótlásba elkapni azt az időt, amikor még elkezdenek a gyorsabb fejlődési szakaszba lépni, és ebben az időszakban kell például a csontnövekedést megtámogatni olyan minőségű vagy mennyiségű kálciummal, ami elősegíti. Nagyon lényeges tudni, hogy például a kálcium nem szívódik fel csak tejcukor jelenlétébe. Tehát ezért mondták az ősök mindig azt, hogy ígyunk tejet, és akkor jók lesznek a csontjaink. Mert a mai tejben nincs tej. A mai tej az UHT, igen. Ezért jönnek megint be ezek a minőségi táplálékkiegészítők a képbe. De... Jó, bocsánat, hogy félrevittet, Zubai Szabolcsnál tartottunk, hogy gyorsabban fel tudta szedni azt a minőségi izmot, amire szüksége van neki. Ki volt a legkellemesebb, és ki a legnehezebb paciensetek az olimpiai keretből? Persze, ami publikus tud lenni. Talán legkellemesebbnek kiemelem a Ungvári Mikit. Súlycsoportos sportágról lévén nagyon... Igen, Virág Lajost is szerettük volna így tudni, aki a szakdolgozat ebből írta a sportos elmék tagjai közül, úgyhogy még fenni a fogait rád majd egy később alkalommal. Állunk elébe. Tehát ő az, aki ugye 66 kilóba indult, és azt tudni lehet, hogy minden egyes súlycsoportos sportágban egy 6-8 kilóval a súlycsoportuk fölött vannak általában. És nagyon lényeges, hogy honnan kezdenek el fogyasztani. Tehát úgy néz ki egy fogyasztás, hogy mondjuk ha szombaton van a versenynap, akkor mondjuk legtöbb esetben, de ezek is csak mendemondák, hétfőtől kezdve nem esznek, csütörtöktől kezdve nem isznak, csak jégkockával próbálják egy minimális kis folyadékot pótolni. Pénteken a verseny előtt beöltözve, befóliázva ugrálkötelőznek szaunában, meg forró fürdő, stb. Tehát minden eszközt is kihasználnak annak érdekében. Szerencsére ez nekünk is ismeretlen terep. Igen, tehát ez nagyon kemény, tehát őnekik egy harc van a harc előtt mindenképpen. De ez már több, mint nem egészséges. Igen, tehát a mérleggel egy nagyon nagy harc van. És a nálak például sikerült ezt elérni, ővele már régebb óta dolgozunk, tehát a 2011. szeptemberi párizsi VB-re is már úgy utazott ki, hogy amikor felszállt a repülőre, már súlyában volt. És ugye ez óriási dolog, hogy úgy tud odaállni, hogy nem dehidratált, és van ereje, és vitalitása, és nem mellesleg a sérüléseknél is, ugye, hogyha ennyire kiszárad a szervezet, a izmok sokkal jobban. Bocsánat, megint kérdezek, az, hogy egy súlycsoportos sportoló a verseny súlyához képest mennyire megy el a súlyával, az nyilván az adottságok mellett a fegyelmen is múlik. Nem? Fegyelem, alkat. Könnyen beszélünk mi, mert egyikünk sem súlycsoportos sportágban. Fegyelem, alkat, és nagyon lényeges a súlycsoport megválasztása. Uh-huh. Tehát nagyon sokan próbálnak minél lejjebbi súlycsoportba azzal a súlya, azzal igen, az átlag mérlegelés után aztán hízhatsz, amennyit akarsz. Igen, abban a hízhat. 24 órában. Nem 24 órában. A sportág függő. Van, ahol igen, tehát ökölvásban előző nap van, cselgáncsban aznap reggel. Boxnál viszont minden nap. Igen. Tehát ez és tényleg is sportág függő. Egyébként az olimpiára visszatérve még az jutott eszembe, hogy ugye kint voltunk, és a világ 10 legjobb sportolója egy helyen, azért beszélgettünk más nemzetek sportolói, vagy náluk hogyan néz ez ki, mert
bemegyünk egy nagy sátor, úgy kell elképzelni, hogy ott van 5000 négyzetméteren annyi étel és ital, amit az ember nem szégyel, és három héten keresztül a nap 24 órában bármit ihat az ember. Na most, ha erről nincs fogalma, hogy mit ehet, mit ihat, akkor aztán ott azt gondolom elszabadul egy kicsit a pokol, és az a verseny rovására mehet. Mert ott tényleg megtalálható a világ sok nemzetének az étele, itt az ázsiaitól, most jelen pillanatban a brit nemzeti ételek, az európai ételek. Igaz, hogy általában nem nagyon volt ízük, gondolom azért, mert mindenki másképp szereti, vagy mi szoktunk hozzá nagyon a fűszeres ételekhez, és inkább hagyták, hogy maguk ízesítsék meg. De hát mindenki arról számolt be, hogy azért kaptak segítséget ahhoz, hogy mit, mikor és hogyan, legyenek. Ezt járod a világot játékvezetőként, mennyire érzékelhet, hogy mely országban van ennek kultúrája, melyikben nincs? Hát szerintem ez egyértelműen a fejlettségi szintnek a kérdése, ugye ahol megengedhetik maguknak, ott oda is figyelnek rá, tehát nem napi gondokkal küzdködnek. De én azt gondolom, ez az egyéni tudatosság, amiről a Gergő beszélt, az elég fontos kell, hogy legyen, mert tényleg oda bementek abba az étteremben, nincs főleg mondjuk egy csapatsportnál, nincs mindig ott veled az edző, hogy fogja a kezed, vagy a dietetikus, hogy most ezt teszed és azt teszed. És nekem mindig ez volt a problémám, hogy azért nehéz odafigyelni arra, hogy mit tegyél, mert nincs valaki, aki oda teszi. Én mondtam, hogyha én bármit meg tudok csinálni, bármiféle diétet, hogyha valaki oda teszi, kiméri nekem, és meg is csinálja azt, amit tegyek, de amikor neked kell utána járnod, és például nekünk is sokkal könnyebb lett volna, hogy mi most mondjuk felnőtt fejjel próbálunk valamit kezdeni ez az egészre, és utána járni, hogy mit kellene, hogyan kellene, mikor és mennyit, és ha már mondjuk így növünk fel, hogy ebben növünk fel, sokkal egyszerűbb lenne, mert most már egy ilyen rutinszerű dolog lenne ez az egész táplálkozás, és akkor tudnánk, hogy mit kell, és nem most keresnénk, és most sokkal nehezebb szerintem így átállítani a szervezetedet erre, mint hogy mondjuk 10 éves korunk elején. Meg rossz volt azt látni például az olimpián is, hogy ugye kint van mondjuk egy nagy gyorséttermi láncnak az ételei, és rengetegen ülnek ott. Na most én azt gondolom, hogy ez nem tartozik hozzá az egészséges táplálkozáshoz, főleg nem a verseny előtti olyan táplálkozáshoz, ami a teljesítményt előre viszi. Egyébként ezt vártam, amikor az első rész végén kérdeztem, hogy mi az, amit semmi esetre sem, hogy na most akkor kapnak a gyorsértelmek. És nem az a probléma, már az egyéni felelősség is, hogy ki mit választ, mert ott van a döntési lehetőség. Nem vagyok gyorsértelmi lánc ellenes, mert ott is vannak akár saláták, vagy olyan csirkehúsok, amit el lehet fogyasztani. Csirkéből van? Persze, hogy többi helyen se tudjuk. Igen, tehát én úgy gondolom, amit mondtam, hogy nincs tiltott étel, csak hogy mikor. Az már olimpiára, mit fog enni. Az olimpiára visszatérve, voltak olyan nemzetek, például az amerikai csapat mellett, én úgy tudom, hogy 4 dietetikus utazott ki, és ott megvolt, ott ült mellettük, és megmondta, hogy mit tegyen és mikor. De a profi futballban is ez van, ha eljön ide Magyarországra egy csapat, legtöbb esetben hoznak maguk a szakácsot, sőt, az alapanyagot is sokszor. Így van. Tehát amikor a Milán eljött egy barátságos mérkőzés, és egy jó szállodában laktak, nem is aludtak itt, tehát megjöttek, lepihentek, ebédeltek, mentek, az ő szakácsuk jött, ők hozták az alapanyagot, ők főztek, azt tették, mentek. És azt mondták, hogy nem csak a dietetikai szempontból, hanem biztonsági szempontból is. Ez a jövő, ide kéne tartanunk. Ez nem csak én. De ez normális? Már ne, bocsánat, hogy ezt kérdezem. Tehát, hogy ők elmennek, kivel játszotok majd selejtezőt? Most hadd ne mondjam meg. Hadd ne mondja, jó. Tehát elmennek akárhova Európán belül selejtezőt játszani, és akkor megy velük egy szakács, meg a magyar alapanyag, és ott ők főzik? Hát én úgy gondolom, hogyha az normális, hogy egy komoly szakmai stáb van, és külön támadó edző van, külön védekező edző, külön erőléti edző, akkor én úgy gondolom, hogy ugyanúgy lehet egy táplálkozási szakértő is a csapat mellett. Elmegy egy, maradjunk akkor az U17-es csapat, egyik városból az ország másik végébe egy bajnoki meccset játszani. Ott hogy lehet az étkezést úgy megoldani, hogy rendben legyen? Normálisan ez úgy megy, hogy keresünk egy ismerős éttermet arra felé, ahol a meccs van, és ott van étkezés, vagy a meccs után kapnak előre elkészítve tésztát, dobozol, hogy nem menjen az idő, és akkor hazafele eszik. Ilyen esetekben dolgozunk így klubokkal, tehát klubszinten is tudunk a nagy átlagot megtervezni, tehát az adott életkorban, adott sportágnak megfelelő egészséges táplálkozásból tudunk olyan étlapot készíteni, amit a klubvezető el tud küldeni annak az étteremnek, ahol meg fog állni a csapat étkezni, hogy nem, ez legyen. Sokáig a bolognai spagetti csirkéből meccs után. Annyira nem rossz választás, hogyha durunk tésztából van. Figyeltem a szemét, az egyértelmű, figyeltem a szemedet közben. Igen. Aha.
Azt mondják az olaszok, hogy náluk minden abból van, tehát az ő tésztájuk az nem az a tészta, amit mi eszünk. Jó lenne, hogyha itt is azok lennének túlnyomó többségben. Úgyhogy mindenképpen, viszont ez célunk is, mármint így a cégnek, hogy azokat az ételeket, illetve menüket, amiket megtervezünk, étlapokat a sportolók számára, azt elérhetővé tegyük. Ez egy vízió még egyelőre, de szeretnénk egy olyan éterfutárlánccal majd leszerződni, aki olyan minőségben, olyan apagyagokból meg tudja ezt tenni, hogy a sportolónak csak interneten meg kell rendelni, hogy az én kalória szükségletemnek megfelelő ebéd, meg akár vacsora is téli 12 órakor ott megadod, legyen. Hogy mit kéne egyen, azt meg is ugye meg is csinálják neki, na de nem mindegy, hogy miből. Igen, hát tehát csirke és csirke között is gondolom van mi különbség. Az az étlapok mellé, amiket tervezünk, bevásárlólistát is adunk. Tehát meg mondjuk pontosan, hogy mit kell megvenni gramra pontosan, vagy dekára pontosan, abból ahhoz, hogy azt az ételt meg tudja főzni. Tehát próbálunk mindenféle... És már csak azt kell, mert aki megfőzi, és akkor rendben vagyunk. Arra ott vagyunk, ez a része nem tudunk szolgálni. Jó, mi volt, mert az a része elmaradt a válasznak, hogy nem feltétlen névvel, de mi volt a legkellemetlenebb meglepetés, vagy csalódás, vagy dráma? Vártam már a visszakérdezést. Persze, emlékszem mindenre. Készültem is a válasszal közben. Igazán a válaszom az, hogy kellemetlen nem volt, mert aki már eljön hozzánk, és úgy gondolja, hogy ez lényeges, és figyelmet fordít rá, akkor ő már tesz azért, hogy ez máshogy legyen. Aki nem saját akaratába jött, hanem elküldték, vagy mondjuk a szövetség, vagy a klub megállapodott veled, és ott szembesültél az, hogy Jézus, mi történik itt? Szeretném, hogy így álljunk Magyarországon, hogy kötelezze egy szövetség, vagy egy klub a játékost, itt még nem tartunk, de... Tudok olyan klubot, ami az új szerződésekben benne van. Akkor szeretném a klub nevét tudni. Ott dolgozom, igen. Úgyhogy kellemetlen nem volt, tényleg. Tehát nincs olyan a praxisodban olyan sportoló, akinek azt mondtad, hogy na hát, hogyha ezt rendbe rakjuk, akkor fény éveket fog fejlődni a testmér. Akivel te találkozol, az vagy ő mindenki már elméletileg tudatosabban. Igen, elhivatott ezért, hogy ő tegyen azért, hogy ez, ha rossz is, de változzon. Milyen lépéseket kellene tenni a magyar sportban azért? Mi a következő lépés, hogy ebben fejlődjünk? Ha információm nem csalnak, pont megint pár nap ezelőtt beszéltem dr. Balogh Péterről, az Orvosi Bizottság elnöke az Olimpiai Bizottságban, és feltett szándéka, hogy a sporttáplálkozást megpróbálja a helyére emelni, és az Orvosi Bizottságon belül egy ilyen tímet fog majd létrehozni, akik direkt a sporttáplálkozással fognak foglalkozni, és meghívást is kaptunk ide, hála Istennek. Valamint én úgy gondolom, hogy ha már megyünk így lefele a MOB-tól, akkor mindenképpen a sportági szövetségek, klubok, edzők oktatása, utánpótlás oktatása. Én azt gondolom magam részéről reálisabbnak, hogyha azok az emberek, akik a gyerekekkel foglalkoznak, ők többé-kevésbé képbe kerülnek, az mennyit tudhat segíteni? Az sokat, én úgy gondolom. Valamint ami nagyon nagy segítség lehet még ebbe, hogy a sporttáplálkozás a helyére kerül ez a társasági adótörvény, mert azt tudni kell, hogy az öt látvány sportágban lévő klubok beírhatják. Ez a szó sem létezik, hogy látvány sportág. Igen, ez is egy új. Igen, mert a póker is látvány sportág, ami ott a közvetítés. Akkor labda. Jó, nem, bocsánat, most nem neked szóló. Ők be tudják építeni a fejlesztési programjukba, és mi pedig nagy örömmel és nagy alázattal megyünk ki helybe a klubokhoz, és visszük ki a műszert, visszük ki a dietetikust, és helybe megyünk azért, hogy a sportolóknak ez a része is helyére kerüljön a felkészülésükbe. Hogy érzitek ti a saját sportágatokban a sporttáplálkozás jelenlegi helyzetét? Hát én úgy, hogy vannak nagyon jó próbálkozások, te is mondtál egy-két példát, de egyébként is azt érzem a környezetemben, hogy van, aki ezzel tudatosan foglalkozik, és azt veszem észre, hogy inkább az idősebb játékosok, mert fiatalon még nem érzi annyira a szervezet, bár szerintem azon is bőven lehetne fejleszteni, de az idősebb játékos már mindig odafigyel, hogy érzi magát jobban, mikor van hozza ki magából a legjobb teljesítményt. De nagy általánosságban azt érzem, hogy nagyon nem tudatos. Nagyon nem tudnak a dolgokról, még az általános fogalmakról sem, tehát nem megyek le egészen az utánpótlásig feljebb szinten, tehát nagyon nagy hiányosságok vannak, és én is azt gondolom, hogy ebben
én nagyon komolyan lehetne lépni. Labdarúgás? Igen, hát mi a játékvezetés része, ugye ebben inkább ilyen átlagember szinten mozunk, és nálunk szerintem az egyéni törekvéseknek sokkal nagyobb, nagyobb a jelentősége. Azért vannak nálunk is próbálkozások, edzőtáborban is tartottak már ilyenről előadást nekünk. Szerintem elsősorban nemzetközi szinten, és ott pedig ott is a top bíróknál ez most már nagyon, nagyon komolyan előtérbe kerül. Én hallottam, hogy most idén az Európa-bajnokságon a játékvezetőknek nagyon... Nem, a magyarok nem voltak annyira boldog szerintem az étterem nyújtott a lehetőségekkel, mert ugye nagyon, főleg most Pierluigi Collina az elnökük, és ő erre nagy hangsúlyt fektetett korábban is a saját karrierében, és ezt próbálja átvinni a mostani top bírók életébe, és most már nálunk is nagyon komoly felmérések vannak, és nagyon komolyan elemzik a testösszetételt és bármi ilyesmit. És szerintem a jövőben is ez az út. Tehát nekünk itthon viszont egyénileg kell azt megteremtenünk, hogy mondjuk ott helytájunk ilyen szempontból is. Ezt mennyire hallgattad örömmel, amit hallottál, vagy szomorúan? Hát egyik szemem sír a másik nevet, mert én is azt tapasztalom, hogy tényleg még el vagyunk maradva, és még az élsportolóknál, olimpikonoknál is vannak olyan esetek, ami nem a sporttáplálkozáshoz méltó, de én úgy gondolom, hogy elindultunk az úton, és hála Istennek egyre többen felismerik ezt, és tesznek is érte. Ez most divat lett, vagy valóban ennyire fontos, mint amennyire mi gondoljuk? Szerintem fontos. Persze ez nem volt jó kérdés, mert mi mást mondhatnánk erre. De kell, hogy divat is legyen, mert ahhoz, hogy terjedjen, ahhoz valamilyen szinten kell az, hogy egy trend legyen, vagy trendi legyen. Ez maximum egy marketing eszköz a jó cél érdekében. Mennyivel drágább jól étkezni, mint rosszul? Nem jelentősen. Mert ugye sokan mondják most ezt, hogy vannak gondok az országban, ez a minőségi éhezés, hogy eszik eleget az ember, de rosszat eszik, mert ahhoz tud hozzájutni. Én úgy gondolom, hogy ha egy szülő megengedheti magának azt, hogy sportoltassa a gyerekét, ami nem kis költség, tagdíj, felszerelés, stb. Ahhoz képest elenyésző az, hogy minőségileg táplálja a gyereket. Tehát alapvetően azt gondolod, hogy a szülő a kulcs ebben. Utánpótláskorban mindenképpen szülő, és felnőtt játékosoknál pedig az egyéni tudatosság. Mennyire te tudatos vagy mondjuk a válogatottban, aki az tényleg a krém, ott mennyire tudatos? Mert azt mondod ugye, hogy a sportágban vannak jó jelek, de egyébként határesetnek érzed még a dolgot. Én azt látom, hogy ott azért próbál odafigyelni mindenki a táplálkozására, hogy most ennek mennyi százaléka az, ami nagyon jó, tehát hogy mennyire használjuk ezt jól, azt nem tudom. Nyilván ezt föl kellene mérni, de azt gondolom, hogy azért ilyen szinten már próbál mindenki odafigyelni azok, a táplálkozásra. Azok, akik autodidakta módon tanulják ezt meg, vagy próbálnak ezzel foglalkozni, a csokin kívül milyen tévhitek vannak még? Az energiaital, nem? Energiaital az nagyon. Ezt igen, tehát az energiaital az tudni kell, hogy mondjuk egy energiaitalban körülbelül 3 kávényi koffein van. És van olyan sportoló, aki még 2 energiaitalt is megiszik mérkőzés előtt, az olyan szinten vonja el a vizet a szervezettől, és pörgeti meg a szívet, ami nagyon-nagyon egészségtelen sportolásnál, de az a baj, hogy az utánpótláskorban is egyre gyakoribb, hogy a gyerekek energiaitallal az biztos, hogy divat. Volt nekem régen olyan csapattársam, aki úgy tudott, nevet nem mondok, mert aki úgy tudott elindulni a meccsre, hogy meccs előtt kávé, konyak. És azt mondta, hogy ő úgy tud menni. Igen. Jó, hát a labdarúgásra nem tudom, hogy ilyen. Tehát én azt gondolom, nagyon sok sportolónak, embernek vannak ilyen kitalált vagy valós étkezési trükkjei. Hát ezek ilyen placebo hatású dolgok, én úgy gondolom, hogy az az ő mentális felkészülésének a része inkább, mint hogy a fizikai felkészülése. De ezek nem feltétlen haszontalanok. Tehát azt gondolom, hogy a cél az, hogy a teljesítmény... Igen. Kérdezem. Igen, rövid távon biztos, hogy nem haszontalan, hosszú távon a kérdőjel. Oké, lassan végére érünk a műsornak, hogyha azt össze kéne foglalni, hogy mely a legfontosabb következő lépés, vagy melyek a legfontosabb következő lépések szerintetek saját karrierben, vagy saját sportágban, és aztán a végén te általánosan. Kata, rád néz, hogy neked kell kezdeni. Köszi. Hát én mindenképpen azt, hogy valahogy hangsúlyozzuk együtt, mondja, hogy milyen szintről indul a sportoló a saját környezetében, vagy szövetségi szinten, hogy milyen szintről indul el, de ezt a tudatosságot kellene hangsúlyozni. Az, hogy a sport
táplálkozásnak, vagy az egészséges táplálkozásnak a sportban igenis nagyon nagy szerepe van, és ezt igenis fel kell építeni, és hosszú távon kell ebben is gondolkodni. A saját szerintem. Karrierben, vagy a saját magadnál? Te személyes sportoló életedben, hogy neked a következő lépés? Vagy azt gondolod, hogy olyan szinten vagy ebben is? Nem, vagy ez nekem biztos, hogy az a következő lépcső, hogy még mélyebbre nézzek, ugye tudásban, hogy mi rejlik e mögött, akár lemenni a legalsó szintek is, amiről beszélt, hogy szénhidrát, zsír, hogy tulajdonképpen mennyit kell bevinni a szervezetbe, mikor, ezeket én sem tudom pontosan, és biztos, hogy ezt mint a műszer be lehet állítani egyes szervezetnél, és én erre fogok egy kicsit ráfeküdni, hogy egy ilyen finom hangolást tulajdonképpen a szervezetnél hogyan lehet elérni. Az én véleményem az utánpótlás nevelésében rejlik, vagy hogy ebben kellene előrelépni, ahogy látom a fiatal sportokat, és ugye, hogy magamból indulok én nyilván, nekem is sokkal könnyebb lenne minden most, hogyha akkor megtanítottak volna sok mindenre. Nekem is most a Gergőféle út létezik, hogy saját magam találjam meg az utamat ebben is, de szeretném, hogyha a többieknek már mondjuk nem lennének ilyen, a most felnővő generációnak mondjuk nem ilyen gondjai lennének. És te úgy foglalod össze, hogy ezt ne felejtsük el, hogy Mikulás napja van, tehát úgy is fogunk csoki tenni. A mai nap engedélyezett a csoki. Én úgy gondolom, hogy csatlakozok ahhoz, hogy az oktatásban van a jövő, és hadd ragadjam meg itt az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy az Olimpiai Bizottság is így gondolja, és egy közös kezdeményezésünk van, egy országos szülőértekezett rócsónak hívjuk végül is, 20 helyszínnel, 5 budapesti és 15 vidéki helyszínnel, többek között Pécsen is lesz majd, amikor összehívjuk a város és a környék utánpótláskorú sportolóit, itt több száz fős rendezvényre kell gondolni, amikor oktatjuk őket ezekről a dolgokról, amikről beszéltünk. Tehát és kénytelen vagyok közbevágni, mert hogy vége az időnknek, úgyhogy nagyon szépen köszönjük ma is a figyelmüket a következő két hétben a Facebookon, a saját weblapunkon, valamint a Hatos csatorna weblapján érnek utol minket. Legyen szép estéjük!